Tegnap 27 fok volt, már meg 12. Nézzük, mit csinál a kája. 3 órával ezelőtt gyújtottam be. Nézzük. Szépen füstölög, a kémény. Nem az üvegház, csak a kémény. Fáj a háta, mint az állat, meg én nem tudom miért. Nem hallom pittyegni a izét, a CO jelzőt. Lehet azért, mert nem füstöl be a kája. Na, nem kapcsolom ki a kamerát, hogy lássátok, hogy velem együtt lássátok, hogy működik a dolog. Kinyitom. Hú, mekkora, nincs is füst. Jaj. Nézzétek, látjátok a füstbe? Mekkora füst van, mi? Nincs is füst. Nem nyert. Hogy de jó meleg az a ká. Vagy a kövek. Jaj, de jó melegek. Nyomják magukból szépen a meleget. Ez még nem melegedett meg. Érdekes. Ez kicsit langyosak. Szóval még sokkal több idő kell neki, hogy ezek átmelegedjenek. De tudjátok mit? Ezek legalább még ez kicsit langyos. Szóval ez még a kályhának a csövét is izéli. Kicsikét, hogy mondjam, lefogja a hőt. Milyen jó már. Na, rakok a tűzre akkor. Különben úgy gyújtottam be, mint az egyik néző mondta, alulra, nem tudok berakni rá, hogyha kezembe van, de megmutatom. Szóval alulra betettem nagy fákat, jól teleraktam, és úgy gyújtottam be felülről. Valamelyik nézőm ajánlotta, nagyon jó megoldás, köszönöm szépen a tippet. Nagyon jól működik a kája, nézzétek meg. Na, rakok rá mindjárt, aztán lehet menni. Nagyon szép, lassan ég a tűz, nagyon jó, nagyon-nagyon meg vagyok vele elégedve. Ah, jó idő van ide bent. Ha-ha-ha. Jó lesz ez nagyon. Na, jobb, mint tavaly volt a kis kályhával, meg a hosszú cső, sokkal jobban működik minden. Nagyon örülök. Ja igen, tegnap behoztam még egy ezért víztárolót télire, mert ha jönnek a hidegek, ki lesz kapcsolva a, hogy hívják, a víz, el lesz zárva téli csap. Hát ez még csöpöget egy kicsit, de ezt is teleraktam azért. Na, hát majd kiderül, hogy decemberig még van egy kis idő, hogy mink marad meg karácsonyig. Mik lesznek azok, amit érnek befele. Mit lehet enni még, mit kell innen hamarabb kimenteni. A pockot nem fogtam azóta se. Hát viszont azt látom, hogy a zuborka az nem fogja magát itt jól érezni, azt már most kezd el betegedni. Nem fog neki tetszeni. Jancsi hagymának tetszik ide bent. Jó lesz. Szerintem jó lesz ez még itten. Nézzétek meg, mennyit nőtt. Mennyit nőtt az utolsó, nem tudom, egy hónapba. Azért a paradicsom rengeteget nőtt. Szóval itt lesz még paradicsom, meglátjátok. Én még karácsonykor saját paradicsomot fogok eszegetni. És ha csak paradicsom lesz már, milyen jó lesz ez, nem? Szerintem lesz még pepino is, ami beérik, az pedig nagyon jó lesz. De paradicsomos sok lesz. Az biztos, hogy paradicsomos sok lesz. Meg csini. Na látjátok, ott füstöl, ahol kell. Nem oda bent, hanem idekint. Remélem most már mindenki, aki azt mondta, nem fog működni, megnyugodott, és látja, hogy igenis működik. Nem is akárhogy, hanem nagyon jól működik. Na, ez szerintem elég nyugtató.
megmutattam kívül belül, hogy néz ki. Megkaptam az első adag ganét. Hát de nem bírom szétszórni, fáj a derekam. Nem tudom mi a gond. Mindenesetre nagyon szintén, mint mindig, jól összeért trágyát szoktam kapni. Ez is jó érett már, sehol benne egy szalma, szál vagy bármi, ami arra utalna, hogy friss lenne. Nagyon, nagyon jó ez a Bauernak, kitől kapom. Ezt a szalmát pedig szét akarom szórni mulcsozásra, de hát mondom, ahhoz egy kicsit rendbe kéne jönni a derekamnak. Most azt nézem, hogy végig kéne járni a kerítést és megnézni, hogy vannak-e új lukak ásva. De nem hiszem, mert a vadkamera megint nem mutatott semmit. Nézzétek meg, még a kongatást is megkapjátok. Jaj, de szegényesen néz ki a kert ilyenkor már. Na, elállt az eső viszont a kémény füsttől, az a lényege. Jó meleg van már odabent. Lehet nem is tüzelek tovább, hagyom kimenni, mert már 28 fok van, nem kell ennyire erősen fűteni. Csend élet. Na, szóval, felmerült a kérdés, hogyan lesz kitakarítva ez a cső? Igen, egyszerűen nem lesz lemalterozva a tégla. Szóval ez már biztos, hogy nem fogok téglát összemalterozni, csak oda pakolni, úgyhogy jól magába vegye a meleget. Szóval, itt le tudom venni a könyököt. Ezt kellen is fog, mert a KIH-nak egy részét is ki kell majd néha takarítani. Szóval, hogy is gondoltam, mindjárt megmondom. Itt van egy cső, itt közte van egy cső, vagy is itt, nem, ott közte is van egy cső tordalék, meg itt is van. Szóval olyasmire gondoltam, hogy itt fogom széthúzni a csövet, vagy itt, körülbelül itt, ja. Itt széthúzom a csövet egyszer, és itt a feketés tódásnál széthúzom a csövet egyszer. Na már most van ez a kéményseprő drót, aminek a végén van ez a bizbasz. Aval be tudok nyúlni körülbelül egy 3 méterre, és így két darabból ki lehet takarítani a kéményt belülről, és kívülről ugyanígy. Odakint nem kell szétszedni a csövet, bár úgy van megcsinálva, hogy bármikor a földből ki tudom húzni, úgyhogy a hajlatnál be tudok nyúlni kézzel, és akkor kitakarítom. Jó, de ugyanúgy ki tudom húzni a koszt errefele is. Szóval kitakarítani nem lesz egy gond, ha odáig eljutunk, hogy oda arra lenne szükségem. Szóval ezért nem lesznek a téglák malterozva. A máma alá raktam egy deszkát, lemerül az aksi. Hát ilyen nincs. Amivel egyenesebb lett, még nem igazán olyan, mint ahogy én szeretném, meg próbálgatom, hogy lehetne megcsinálni a legjobban. De valószínűleg úgy fog maradni, hogy először próbáltam. Az lesz a legjobb megoldásom. Úgyhogy még, hát hozok még kb. 30 darab, 30-at még hozok. Amúgy sokat nem kell itt lenni, szóval ma reggel begyújtottam, nem is tudom, olyan 8 fele. Begyújtottam, aztán kint voltam egyszer, nem is tudom, olyan 11 óra körül. Raktam a tűzre, meg most van 3-4 fele van. Most újra raktam a tűzre, szóval túl sűrűn nem kell kijönni, nagyon szépen ég a tűz. Szép lassan, ha lezárok mindent.
a kövek azok felmelegednek elég gyorsan, és akkor mikor most kijöttem, akkor a kályha csövek még langyosak voltak, a kövek viszont forrók, szóval nagyon jól fog ez működni. Így a sok dolgom nincsen, hát dolgom az lenne, de terékfájás miatt sok mindent nem tudok csinálni, most annyit csináltam, hogy kicsikét kikapcsoltam a paradicsomokat, és akkor most látszik, hogy ott is van új paradicsom, meg leszedtem az összes crazy paradicsomot, bevittem. Hát majd kíváncsi leszek, hogy mire megyek. Hát tavaly tudjátok, később lett kész a fóliaház, mint most a üvegház, mint most. Szóval most a startot egyből innen indítom. A retekek már régen el vannak vetve, Jancsi hagyma van ide bent, meg... Szóval a legtöbb növény az telelő, ami ide bent van, kivéve a csilik, meg ilyesmik. De most gondolkozok azon, hogy fetekizét ide bent, csak egy kicsit összép kéne pakolni, nem tudom, ha nem fájna a hátam, akkor ki kéne ezt innen vinni a francba, ezt a sok földet még, de annyira fáj a derek, ha nem tudom megcsinálni. Amúgy meg nem tudom, hogy hová vessek, mert mindenhol az áttelelő növények vannak, ha locsolni nem is kell őket most nagyon. Ja, meg ezért lesz, hozok be trágyát, ja. Szóval egy kicsit fellazítom a területet, a földet. Hát nagyon nem tudom, mert be van vetve. Még itt, ja, ott hátul van a zöldségzöldje, itt meg látjátok. Szóval még nagyon szépen szedhetek itt zöldeket le. Szóval érdekességek, finomságok vannak még ide bent. Majd valahogy lehet, hogy átpakolok egy kicsit mindent arrább, nem tudom, vagy meg... Hát az asszony nem ér rá. A jövő héten kapok szalmát. Ja, jön az após, hoznak. Hú, nem is tudom, mit mondott, 27 kis bálát. Szóval akkor meg tudom csinálni azért a téliesítést odakint. Fogtam egy pockot, azt ki kell vinni, azt elereszteni a francba. Na. Szóval itt retek van még bevetve. Vannak ott még, hogy hívjákok? Gumók, zeller gumók vannak még itt bent. Hát, egy pár paprika. Na, bár a paprikák már nem nagyon. Ezt a paprikát az beérik, az egy, aztán kiszedem innen, ez most már felesleges. Szóval az olyan növények, amik feleslegesek, azokat kiszedem. Ezt nem. Szóval annyira sok van rajta, hiába nem eszem, nem tudom majd. Lehet összeszerem, megszállítom, elküldöm a misének, vagy mit tudom én, mit csinálok vele. De... vagy odaadom az apósnak, ki az nagyon szereti az erőset. Szóval nem akarom kivenni, ameddig ennyi termés van rajta. Ilyen rengeteg termés. Mindig metszem vissza, hogy ne menjél följebb, ne menjél, ne hozzá új virágot. Most már csipkedem ki a virágot mindenhonnan. Nézzétek a picit is, visszavágtam, hogy ne kezdjen el. És nő, mint a hülye nő tovább. Szóval hagyd nőjön, most már nem érdekel. A csilipap, vagy a csili fa. Az is azt hiszi, hogy nyár van. Az most többet nő, mióta elkezdtem visszavagdalni, hogy ne nőjél már, hát állj már meg, hát téliesíteni kéne, hát jobban nő, mint előtte. Szóval érdekes nagyon ez a csilifa. Szóval rengeteg sok termést hoz egy évve. Na, aki szereti a csilit, az ajánlom neki nagyon. No, ott fönt van még krízi paradicsom, most látom, le kell majd szedni. Na, ezt meg kivagdostam a közepét, jaj, bocs, már rá van szómolva, szóval kivagdostam a közepét. Már csak azok vannak, amik termősek. Azért vagdaltam ki, mert be van indulva. Hozza a virágot, itt csipkedem minden nap ki a virágokat. Nagyon be van indulva. Hát, most, hogy persze hiába fűtök, az éjszakák hűvösebbek lesznek,
egy kicsit majd visszábad szerintem az éből, a növésből. Kicsikét visszább fogja magát, de... Olyan franc. Mocorog ott mögöttem, te valami állat az izé mögött, a rács mögött. Megpróbál valaki bejönni. Hallom, hogy izé a rákcsál itt mögötte. Nézzétek, ez még szerintem kívülről, még az ásás előtt itt volt kert részem, és onnan a paradicsomok, amik itt voltak. Nagy valószínűséggel vad paradicsom, amit mindenhol nő kifele az oldalából. Nézzétek itt is, hagyom. Hagy nőjön, mit tudom én, hogy ki ez. Ez is valami szép kis növény, nem tudom micsoda. Ezek még azok a növények, amik előtte itt voltak. Na jó van, de ez nagyon szép. Rengeteg sok finom termés van rajta. Na, még rakok egyszer a tűzre, kiviszem a vadkamerát. Most először kiviszem a vadkamerát. Addig egy kicsit le tud égni. Jaj, nagyon jó működik. Akárki is akármit mond. Nagyon jól működik, perfektül működik. Szóval taktikai, ha száraz fával tüzelsz, akkor akár ötször körbe rakhatod a kályhacsővel a lakást. Működni kell. Ahogy a tanár úr is mondta, nem az a baj, hogyha túl sok van egyenesen, az a baj, ha túl sok kanyart raksz bele. Azt nem szereti. Na, meg a vizes fát se szereti a tüzelés. A jó száraz fával tüzelsz, nincs ott semmi baj. Na jó van. Megyek, azt kirakom a kamerát, bár most már három napja nem fogott, vagyis nem fényképezett a kamera, nem filmezett le semmilyen állatot odakint. Szóval szerintem nincsenek, elmentek a máshová. A szomszédnál vannak, mert a szomszéd mondta, hogy nála voltak, mert beszéltem vele, nála is van kamera kitéve. És szerintem nála van. Majd tudjátok, mik lesznek most már, hogyha így tüzelget nem kell. Ilyen sztorizgatások lesznek itten, régi sztorikról. Ja, tegnap az élőben mondtam, hogy rengeteg sok élményem volt. De hát rengeteg sok rossz élmény is volt vele együtt. De voltak érdekességek, nevetséges. Most tudok rajta nevetni, akkor inkább sírni tudtam volna. De voltak jó sztorik, még mikor állatvédősködtem kint Németországba, szóval voltak érdekes történetek. Majd elmesélek ilyen történeteket, ilyen egyedülállóakat. Már aki szereti az ilyen kutyás történeteket. Na jó van, megyek, kirakom a vadkamerát. Aztán... Ja, rakok itt a tűzre, elzárok minden izét, szellőztetőt. Azt, megcsom a kacsákat. Aztán lassan már be is sötételik. Szóval én nem tudom, ti hogy vagytok ezzel az átállással. Engem nagyon megüt ez. De csak ez az őszi. Szóval ez az őszi átállás, ez engem ilyen így letarol. A tavaszi nem, a tavaszi átállás, azt észre se veszem, pedig akkor szokták az emberek többsége észrevenni azt a tavaszi óra átállítást, mert akkor elvesznek egy órát, meg ilyesmi. Most meg hozzáadnak, és ez a hozzáadott óra, ez engem zavar. Na jó van, szóval ez ilyen rövid kis videó, úgyhogy be is fejezem. Ez inkább tüzelős videó lett. Ja, különben azé feltettem oda, ott van a füstjelző, vagyis a CO jelző. Azért raktam oda feljebb, hogyha tényleg itt elkezdene füstölni, vagy valami a kályha, akkor a füst úgyis följebb megy. Csak gondoltam, hogy ne akkor kezdje már ne csipogni, amikor a füst vagy a CO túl erős lesz és ide lent, hanem odafönt érzékeli és elkezdene csipogni, akkor tudom, hogy nyisd ki az ablakot, ajtót, mindent, de hát még egyetlen egyszer nem csipogott, mióta itt most hűtögetek. Na jó van. Na, sziasztok! Hát történt valami a YouTube-on, így ezért nem csinálok egy külön filmet, hanem ráteszem az utolsónak a végére ezt a mondandómat.
Szóval kommentekről van szó, ha mostanában elég sűrűn van az, hogy látom, hogy valaki válaszolt egy videómra, rákattintok a kommentjére, és eltűnt, nincs ott. Szóval ezeket a kommenteket nem én törlöm le. Eddig azt hittem, hogy mindig aki írta a kommentet, az úgy döntött, hogy mégse akarja odaírni, és akkor letörölte. Viszont tegnap kérdezte tőlem a Tibi, hogy miért töröltem le a kommentját. Hát nem volt az olyan. Én nem töröltem le. És máma belenéztem a YouTube-nak abban a részébe, ahol a spam dolgokat belepakolja. Volt a 18 komment, az övé nem volt benne. Szóval volt egy rakás, amit a spambe belerakott a YouTube, de az övé nem volt. Szóval azok a kommentek, amik eltűnnek, írjátok meg újra, hogyha észreveszitek, hogy eltűnt. Nem tudom, hogy mi alapján szedi ki a YouTube ezeket a kommenteket, fogalmam sincs. Én nem szoktam letörölni kommentet, csak akkor, ha tényleg valaki nagyon bunkon valamit oda okádik a film alá. Amúgy nem szoktam soha. Sőt, elolvasok minden kommentet. Próbálok is mindenre válaszolni. Ha más nem, ha nem is válaszolok, akkor oda teszem a szívet már csak azért, hogy lássátok, hogy ott voltam, láttam. Ha mégse válaszolok egy kommentre, akkor lehet, nem tudom, mit szóljak hozzá. Szóval néha azért, mit tudom én, nem bántó a komment, vagy nem tudom, de egyszerűen nem tudom, ehhez most mit, erre mit mondjak, na hát, köpni nyelni nem tudok. Még akkor se, hogyha mit tudom én, nem bántó, vagy nem azért írtam, mert bántó lenne, csak egyszerűen nem tudom, mit szóljak ehhez hozzá, szóval. De amúgy minden kommentet elolvasok, minden e-mailre, minden, szóval mindenre szoktam válaszolni. Akkor is, hogyha e-mailen jön, ha üzenetet küldötök a Facebookra, szóval mindenre szoktam válaszolni, olyan nincs, hogy ne válaszoljak bárkinek a kérdésére. Nincs nekem akkora feliratkozó számom, hogy ne tudjak mindenkiére válaszolni. Meg bunkóságnak is tartom. Hogyha volt olyan videós, nagy videós, akiről leiratkoztam azért, mert soha nem válaszolt. Még annyit sem mondott, hogy buzi, láttam az izédet, kommentedet, vagy bármi. Szóval egyszerűen nem ignorálta az izét, a kommentet, az kész. Szóval az ilyenről nem szeretem. A másik az, hogy megtaláltam a YouTube-on a hibát, de szerintem ezt már mondtam a másik videóban. Szóval a YouTube új beállítási módszere van, hogy mióta nem tudom, szóval fogalmam sincs, mióta van ez az új beállítási mód. Én tudom, hogy van új, nem is tudom, hogy hívják a YouTube-nak ezt a részét, ahol a filmeket, zenét alárakhatsz, meg ilyesmit, a stúdiója. Szóval ezt a stúdiót én kikapcsolom, én hónapok óta állandóan visszakapcsolok a régi fajtára, és ugyanez volt a YouTube-nál is. Hónapokig volt az, hogy visszakapcsoltam mindig a régi fajtára. Az utolsó takarításnál, amikor a gépemet takarítottam, azon letöröltem mindenféle szírszarizét, jelzést a gépemről, azóta nem bírok visszalépni a régi fajta YouTube-ra, nem engedi a YouTube. Az új YouTube meg a változtatásai az annyira nem érdekel neki, de most, hogy a kommentek eltűntek, belenéztem, és a múltkor volt valami, ja igen, azért meg akartam változtatni azért a videók alá berakott reklámokat, meg akartam változtatni, és meg akartam nézni, hogy valami változott, és nem találtam meg azt a beállítást. Viszont minden videó alatt, mikor fel akarom rakni a videót, akkor látom, hogy be van izélve, klikkelve az a rész, hogy nem átugorható videók. Én ezeket kikapcsolom. Most minden egyes videó alatt kikapcsolom ezeket a videókat, ezt a nem átugorhatót. Szóval, hogyha mégis ilyesmi akad a videóm alatt, ezt nem én csináltam. Szóval
a YouTube saját életet él, ez már biztos. Szóval erről én nem tudhatok. ja. Szóval csak ennyit akartam mondani, inkább az, hogy ezért... Szóval kommenteket nem törlök. Hogyha valaki úgy látja, hogy írt valami kommentet, nem ő törölte le és eltűnik, kérem, fogalmazza meg újra, mert nekem a komment szekcióban, szóval fent nekem van egy olyan jelzés, hogy jött egy komment, ott még ott van a komment, de a videó alatt már nem látom. És az a baj, hogy ott fent a komment, hogyha egy hosszabb kommentről van szó, akkor még az egész kommentet se látom, csak egy darabját, szóval csak egy bizonyos, mit tudom én, egy bizonyos, nem tudom, hogy számolja szavakra vagy betűre számolja a YouTube. Szóval egy bizonyos hosszúság után nem látom a kommentet, szóval az elejét látom, a végét már nem. Ezt nem én csinálom, ez a YouTube-nak a saját élete, ha ilyesmit eltüntet. Szóval csinálni ilyesmit, sajnos ez is az európai buziság, hogy kitalálták, hogy olyanunk leszünk már, mint Kína, meg Nord-Korea, az meg, hogy hogy tényleg nem szólhatsz egy két szót sem, mert egyből főbelőnnek, meg letiltanak, meg szóval a Facebookról a múltkorában volt az már, vagy két hónappal ezelőtt is, hogy a Somogyi Zolit egy tök normális kommentért, amiben nem volt semmi, szóval egy normális kommentet írt, letiltotta a Facebook egy egész napra. És ezt megcsinálja minden oldal. Szóval valami, mit tudom én, nekik van egy kompjúterek, ami dolgozik háttérbe és cenzúráz, és hogy az a kompjúterben mit ütöttek bele, mi az a szó, mi az a szótag, ami sértő valakinek, hogy azt kinyomják, nem tudom, fogalmam sincs. Ami még van, azt tudom, hogy a YouTube-on nem tudtam, hogy ilyesmi van. Cseten van, igen, cseten, hogyha az ember a chatfalon, hogyha élőzünk és chatfalon van, akkor van az, hogy bizonyos kommentek, hogyha túl gyorsan jönnek a kommentek, akkor az egyiket vagy stoppolja egy időre, vagy tiltja. De hogy ezt megcsinálják videók alatt, ezt nem tudtam eddig. Ez a másik. Akkor van egy olyan, hogy az élőket, tudjátok, eleinte letöröltem az összes élőt. Élő adás után töröltem a francba. Aki nem volt ott, az úgy járt. Viszont voltak egy páran, mondták, hogy vissza akarják nézni. Na már most az élők után, a következő reggelen én az élőket, azt tényleg, azt nagyon telerakom reklámmal. Szóval azt hiszem 5 percenként vannak benne reklámok. Szóval azt nagyon telerakom reklámmal, de nem azért, hogy titeket azzal basztassalak, hanem azért, mert vannak nekem ezek a videóim, például utazós videó, vagy kertszemle, vagy körkép, vagy ilyesmi, vagy éppen egy videó túl, mit tudom én, több mint 30-40 perc idő lesz a hossza, az nekem a feltöltése általában másfél óra hossza az ilyen videóknak. Szóval több mint egy óra hosszáig töltöm fel. És mivel a feltöltés alatt a kompjúterem, ha más nem megy, kikapcsol, ezért azt szoktam csinálni, hogy berakom a saját utolsó élőmet, és az a háttérbe megy, vagy az előtérbe megy ez, az utolsó élőm. Én nem vagyok ott, én kint vagyok a kertben, vagy valahol, és közben a gép tölti fel a új videót. Azért van tele ilyenkor a videó reklámmal, hogyha úgy is megy a gép, akkor hogy keressen egy kis pénzt. Na, szóval ezért van az, hogy én a élőket telerakom. Szóval, hogyha valaki reklám nélkül szeretne az élőt nézni, akkor legyen ott az élőn. Amúgy meg mondom, régebben letöröltem, csak aztán volt egy-két ember, aki azt mondta, hogy abban az időszakban nincs ott az élőn, de szeretné visszanézni. Na jó van, szóval ennyit szerettem volna így mondani. Ugye ezt ráteszem az egyik videónak, és utolsó videónak ráteszem a végére ezt a mondókát. Amúgy meg pont kint vagyok az üvegházban, de azt látjátok, és harmadik rakásom volt mámaja.
3 óra van. Ilyenkor 3 óra körül kijövök, és akkor rakok még egyszer a tűzre. Még nem kell izére agyonra tüzelni a kályhát. Szóval még ilyenkor kijövök, rakok rá, hagyom egy kicsit leégni, megpakolom, még egyszerre megyek be, aztán többet nem is rakok rá. Ja, meg amit akartam még mondani, ezt még elmondom. Ja, szemüveget még mindig nem kaptam meg, és elég szarul látok, az a helyzet. Szóval azt szerettem volna mondani, hogy mit is akartam? Ja, a torzon borz az már nincs a kertembe, szóval nem jelentkezett. A kamerát minden este máshová teszem. A borz egyáltalán nincs, nem jött vissza a kertbe, szóval azt megállítottam. A róka az tényleg bejön, hogy hol jön be, nem tudom. De a róka az bejön, az már megint itt volt. És az a kis pofátlan kis róka, nem tudom, hogyha valaki örökbe fogadja, akkor megfogom és elviszem hozzá. Szóval tegnap éjszaka így belenézett a kamerába. Mi ez? Nem tudom, egy ilyen 10 percen belül 5 felvételt csináltam a rókáról, de csak egyet raktam fel a Facebookra, belenézi a kamerába, hogy ez micsoda ott. Szóval érdeklődik. 4 órakor volt ott, ja, 4 óra és fél 5 körül volt az éjszaka. Nem tudja, hogy óra átállítás volt. Én is kiteszem megint a kamerát, mindig máshová, minden este. 2 napig semmi nem volt, még róka se volt. Majd télen, mikor lesz hó, akkor ki tudom deríteni, hol jön be a róka. De amúgy a róka nem érdekel, vigyáznom kell, hogy a kacsákat így időbe bezárjam, meg kiengedjem. A borz a lényeg, az nem szabad, hogy itt legyen bent. A rókát szerintem kutyákkal elűzöm. Ha télen jövök ki, izélni, begyújtani, reggel, korán, meg éjszaka, sötétbe, és itt a róka, szerintem a kutyák el fogják űzni. Na, jó van, ennyi volt most már tényleg itt, befejeztem. Sziasztok!